Evangélista,
evangéliumot hirdetni, arra gondoltam, hogy Jézus valakit jobban tud szeretni. Jézus tud jobban szeretni, vagy kevésbé szeretni. Mert ha valakit tud jobban szeretni, akkor ebben benne van. És Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember szeretni. Tehát, hogy isteni szeretettel kimondhatjuk, hogy engem szeret a legjobban, engem szeret az Isten a legjobban, a tökéletes szeretettel, mert az Istennél nincsen fokozott szeretet. Ezért nagyon is alkalmas az Emmauszi tanítványok története, hogy egy kicsit szív. Mindez azért, hogy a mi szívünk is megnyíljon. Hogy mi is elfogadjuk húsvét örömteli üzenetét. Éven szólítottam. Azt gondoltam Mária Magdolna, hogy a kertész az. Aztán az Emmauszi tanítványok azt gondolták, hogy egy vándor. A tanítványok Péter vezetésével elmentek halászni. Tibériánus tó elé szolgálnunk kell, mert azt mondja az Úr, amit egynek tesznek, akár a legkisebbek között is azt neked tesznek. Akár jó, akár rosszat teszünk ebben, lehetnek az én Jézusnak tesz. Mert a feltámadott Úr figyel között. Az Emmauszi tanítványokról szóló történetet úgy gondoltam, hogy felolvasom, és utána, aki próféta volt hatalmas tettben és szóban, az Isten és az egész nép előtt. Főpapjaink és a tanács tagjaink kereszthalálra ítélték és keresztre feszítették. Mi meg azt reméltünk, hogy ő fogja megváltani az állat. És immár harmadnapja annak, hogy ezek történtek. Igaz, még néhány közülük való asszon is megrémített minket. Hajnalban kinkjártak a sírnál, és hogy nem találták a testét, azzal a hírrel jöttek hozzám, hogy angyalok jelentek meg nekik, és azt mondták, hogy él. Társaik közül néhányan szintén kimentek a sírhoz, és úgy találtak mindent, vagy az asszonyok jelentették, de őt magát nem látták. Mert így szólt, Ódi Balgár, milyen nehezen tudjátok elérni, amit a profétát jövendőltek. Vajon nem ennek kellett elszenvedni a messiásnak, hogy bevezessen a szükségébe. Azután Mózesen kezdve az összes profétánál megmondták az egyik, amit az írásnak alakulat mondott. Közben odaértek a faluhoz, ahová tartottak. Úgy tett, mint ha tovább akartak. Tanítványok megtettek jó nagy utat. A legnagyobb út az a belső út volt, amit végig jártak. A belső út onnantól kezdve, hogy elveszítették a reménységüket, mindennek vége, meghalt a mester, menjünk vissza dolgozni. Menjünk vissza korábbi életbe, mert feltámadtál, és ez lesz majd az én sorsom is. Hogy nem vagy idegen számomra. Feltámadt Jézus sajnos idegen. De tudnunk kell azt, ismernünk kell Szentpál szavait. Ha nincs feltámadás, hiába való a mi igehirdetésünk, és hiába való a hitetek. Akkor minden hiába. Lehetünk egy kicsit jobb emberek, törekedhetünk valami humanizmusra, emberi törvényeket beszélődik. Most erre a találkozóra eljöttünk, és megtapasztaljuk azt, hogy mellénk szegődik ki Jézus. És majd a kenyértörésben mi is fölismerhetjük őt. Újult reménységgel mehetünk vissza. Mehetünk vissza a hétköznapokba, az otthonunkba,
Vihetjük ezt a reményt. Mellénk szegődik Jézus. És elkezdi magyarázni a történteket. Illetve talán először kérdez, miről beszélgettetek az úton? Mi foglalkoztat benneteket? Mi áll most a fejetekben? A nép vezetői kivégeztették, asszonyok jöttek, hozzánk a hírt, hogy angyalok jelentek meg nekik, akik azt állították, hogy Jézus él. Tulajdonképpen a jézusi történet. Ezek magunk szint tanítványok, Marcin pedig a képviselő testületén tapok missziós küldetésének jogi és pasztorális dimenziója. Az egyházmegyei zsinatunk az egyház híveréről a következő képen nyilatkozik, idézem. A zsinat hálás köszönetet mond azoknak a híveknek, akik a nehéz évtizedekben is hűségesen maradtak egyházukhoz, és segítették papjaikat sokléti munkák számunkra, hogy most, amikor a választások útján a testületi tagok új mandátumot szereztek 5 évre, az érsek atya kifejezetten azt kéri tőletek, hogy újítsátok meg az egész egyházmegye lelkiségét, lelki életét. Innét kezdve nem lehet a mécsest vég alá rejteni. Kell, hogy világítson, kell, hogy lángra robbantson másokat a ti hitetek és lelkesedésetek. Az Emmauszi tanítványokról hallottunk két alkalommal is. A kétfajta elindulás között a különbség nem más, mint a lelkület, a Krisztusi lelkület. És erre szeretném a híveket bátorítani, hogy ezt a kétfajta elindulást lássuk az egyház község életében is, mint testületi tagok. Az egyiket az emberi tehetetlenség, kiszerűség, önös érdekek és abban való csalódottság motivált, a másikat pedig a belső öröm, a szabadság, a tanúságtevő lelkület határozott meg. Jeruzsálemből Emmauszba vezető úton Jézus velük volt, de nem ismerték milyen imádságot, milyen tanúságtérő életet. Ha nem tudunk beszélni egymással, hogyan fogunk tudni Krisztusról beszélni, és Krisztussal beszélni közös. Szóval azt gondolják sokan, hogy bennünket, papokat Isten azért hívott meg, mert ha engem föl tud használni az evangélium hirdetésére, gondoljatok el, hogy mennyire képes, vagy mennyire inkább képes titeket képesíteni arra, hogy a föltámadás hírnökei legyen. Ahhoz, hogy világosan lássuk a testületi tagoknak a feladatait, fontos tisztáznunk, hogy kinek hol van a helye, nem csak a templomban, oda nem szabad jönni, van az én helyem, hanem az egyház, az élő egyház. A régi rendszerben egy feudalista modellt tanultunk, mégpedig az egyház hierarchikus felépítését úgy képzeltük el, mint egy piramis, felül a pápa, püspökök, papok, az alja lény, meg a világ. Az új törvénykönyv szerint egészen másként festett. A zsinat után az egyházi törvénykönyv megfordította ezt a piramist, hiszen a hierarchia annyit jelent, hogy szent eredet, hierarchus. Azaz, mindennek az eredete az Krisztus, aki azért utolsó keresztűzben van, ő a pontifex. Azaz, hídverő a hívek és a plébános között. Micsoda a felelősség? Kevesen tudják ezt a feladatot jól betölteni. Mi a feladata jogilag az egyházközség képviselő testületnek? Először is látunk kell, hogy tanácsadói joguk van a testületi tagoknak. Nem döntésünk, nem számon kérünk, nem ők a plébánosok vagyunk. Természetesen az egyházi jog előír olyan eseteket, amelyben a plébánosnak ki kell kérdezni, hogy mindenre igen mondjanak, vagy van valami konkrét feladatunk. Azért vannak, hogy segítség a plébános a döntés meghozatalára, hiszen a plébánosnak kell elszámolnia a megyés püspök előtt. Minden ilyen ő viseli a felelősséget.
nem alkalmazottja a plébániát, sem a képviselőtestület. Éppen ezért a testületi tagok azért vannak, hogy mellette álljanak. És hogyha helytelen döntést hoz, nyilván azért ő felé. Meg kell tanulnunk jól segíteni, nem azzal segítek, ha okosabbak vagyunk mindenkinél, hanem azzal, hogyha a rábízott feladatot ellátom. Az egyházközség hétköznapi életében részt veszek. Különösen vonatkozik ez a segítség a világi ügyekre, az adminisztrációkra, beruházásokra, szervezési feladatokra. Mindezekben óriási segítséget tudtok adni a plébánosoknak. Bennünket, plébánosokat általában, legalábbis nekem ez a tapasztalatom, tisztességes vállalkozókért, de becsak rászedni, mert naívak vagyunk, nem értünk hozzá. De ha egy világ odaáll és azt mondja, hogy vállaljon műszaki ellenőrzést, akkor nem hiszem, hogy a plébános ezt vissza fogja utasni. És legyünk őszintén, az is előfordul számtalan esetben, hogy a testvéri tagok szívesen segítenének, de a plébános ezt nem engedi. Hiszen a híveket is kell képviselni. Ebben az esetben sem az a segítség, ha erőszakoskodunk, ha elüldözünk a kapot, a névtelen levelekkel zaklatjuk, vagy prosecciók, vagy döngetjük az érsékség ajtaját. Tudomásunk kell vetni, hogy a papok létszáma egyre fogy, egyre kevesebben vagyunk, a munka pedig sok. Hányszor belefáradunk mi is a kiáltozásba, a zsoltáros szavaival így. Nem a pap fogja megoldani az életeket. Nem a pap fogja az egyházközség problémáit maradandóan megoldani. Nem Jézus. És a Jézusban hívjuk meg a szeretetet, elkötelezettség. Nem hiszem, hogy bárki is megtiltaná, hogy imádkozunk a közösségeinkért. Hogy közösségeket alapítsunk. Ima csoportokat, karintánc, énekkar, biblia csoport. Szabad az út. Sokan panaszkodnak, hogy a pap magukra hagyja őket, testvérek, ebben van áldás is. Hiszen nem szólhat bele, nem szól bele, csak minden. De szabad. Rátok van bízva az egyház életét. Mi csak segítünk nektek abba, hogy ez valóban jó irányt vegyen. Lényeges látni a testületi szabályzat alapján, hogy mi a feladat, azt írja a testületi szabályzat, hogy a képviselő testületi tag életével és munkájával az egyház javát köteles előmozdítani. Az egyház erkölcsi anyagi értékeit védelmezni. A plébánia közösség. Miben tudtok segíteni a plébánosnak abban, hogy a közösség valóban krisztusi közösség legyen. Izgalmas tevékenységi kör ez tehát, és nem csupán az a dolgunk a testvéri tagoknak, hogy a vasárnapi misén ott legyenek, ez minden keresztény katolikusnak köteles. Vagy számolják azt a kevés kis pensét, ezzel számolják. Alig van, de nagyon szám, és egymást gyanúsítgatják, hogy hová tette a verset. Valódi munkát kell végezni, ezt írja a szabályzat. És nem beszélve arról, hogy milyen, ha valamilyen gyengeség nehezedik a lelkipásztor, akkor nem az a feladat, hogy magára hagyják, vagy kikezdjék, hanem föltaruljuk, segítség, és átsegítség a nehézséget. Egyik kollégám mondta, ja, akkor is lehet, hogy azt elmondhatja, hogy szomjas voltam és innom adtatok, de éheztem, de enni nem adtatok. Mindenütt csak kínálták itt a lalutának, meg személyre vedették, hogy szenvedélyben. Végül is neki láttak a munkálatoknak, előkerültek az ások, csákányok, kapák, lapátok, nekiálltak közösen az útépítésére. És amikor elkezdték csákányozni, ásni a föllet, akkor valami nagyon keménybe ütközött a szerszám. És akkor derült ki, hogy a vastag, sár és kor réteg alatt már volt egy út, amit az ősök építettek, csak az évtizedek alatt
fel ezeket az utakat, és így valóban eljutottak nem csak egymás házához, hanem egymás szívéhez is. Testvérek, nem kell
és a Teremtettel. Kedves testvérek, eljutottunk mai nap csúcspontjára, amely életünk forrása egyben, hiszen valóban a liturgiában velem együtt imádkozzanak egyházközségeik lelki megújulásáért. Köszönöm, hogy elfogadták meghívásomat. Szeretettel köszöntöm azokat is, akik a Szent István rádió keresztül kapcsolódtak be. Mai találkozó mottóját ott láttuk nagybetűkkel kiírva a bazilika homlokzatán, és itt az oltár fölött is, Krisztus követségében járunk. Ha követségben járunk, az azt jelenti, hogy követek vagyunk. Hogyan lehetünk eredményesek? Ennek első feltétele, hogy felkészültek legyünk. Bár ez a mai találkozó elsősorban ünnep, de az imádságok, az előadások és a tanúságtételek révén egyúttal továbbképző, felkészítő, megerősítő jellege is van. Nagyon sajnálom, hogy nem tudtuk befogadni a bazilikába a főegyházmegye mint a 4105 egyházközségi képviselőtestületi tagját, akiknek kinevező iratát kézjegyemmel láttam el. Miközben órákon keresztül írtam alá ezeket a kinevező iratokat, eszembe jutott Szent Pál apostolnak a Galata hívekhez írt mondata: nézzétek, mekkora betűkkel írok nektek a saját kezemben. Nagy öröm számomra, hogy most sokukkal, akik itt jelen lehetnek, nem csak levélkutyán, hanem személyesen is találkozhatunk. Igaz ugyan, hogy az Egri bazilika, mint tudjuk, az ország második legnagyobb temploma, ahhoz mégis kicsinek bizonyult, hogy ma mindenkit befogadjon. Ezért azt kértük az egyházközségektől, hogy a képviselőinket ne teljes számban küldjék el. Így ma csak 2501 képviselő jött el. Meg talán néhányan, akik nem jelentkeztek be előre. Közülük jó néhányan nem fértek be a templomba. Ők a bazilika mellette területen egy kivetítő ernyőn és hangszórókon keresztül kapcsolódtak be. Köszönöm, hogy jó lélekkel fogadták ezt a kellemetlenséget. Bennünket ehhez. Tudják azt önök is, hogy egy ilyen nagy találkozó az bizony hatalmas előkészítést igényel. Nem sorolom fel, de ha elkezdeném felsorolni, akkor lehet, hogy 3-4-5 percig is tartana, míg mindenkit felsorolnék, akinek valamiképpen köszönni.